Az orosz külügyminiszter azzal vádolja Németországot, hogy politikai okokból eltussolja egy 13 éves kislány megerőszakolását. Német sajtóhírek szerint Lizát menekültek rabolták el és erőszakolták meg. Közben Svédország 80 000 olyan menekültet toloncolhat ki, akiknek elutasították a menedékjogi kérelmét. Svédországban tavaly több mint 160 000 menekült kért menedékjogot. Az év végéig feldolgozott kérelmek közel felét azonban elutasították. Az ország az elmúlt hónapokban már egy sor lépést tett a menekült áradat feltartóztatására. Novemberben újra bevezették a határellenőrzéseket, az elmúlt hetekben pedig a busz és a vasútársaságok a Dániából érkező utasok személyazonosságát is vizsgálják. Ennek ellenére most is napi több százan jönnek Svédországba a jobb élet reményében. Míg a svédek kitoloncolják a migránsok egy részét, Németországban saját maguk döntenek arról, visszautaznak hazájukba. A férjem ötlete volt, hogy elutazzunk. Láttuk, hogy másoknak sikerült. Úgy voltunk vele, nekünk is összejöhet. De sokkal rémesebb volt a helyzet Németországban, mint idehaza. Alig kaptunk enni, egy kis hideg kenyeret meg egy darab sajtot adtak. A gyerekek sírtak az éhségtől. 11 000 dollárunkba került az út, és most üres kézzel tértünk haza, mondja egy kurd nő, aki családjával együtt már visszatért Irakba. Német hatóságok közölték, hónapról hónapra nő azoknak az iraki menekülteknek a száma, akik önszántukból döntenek amellett, hogy visszatérnek a Közel-Keletre. Németországban közfelháborodást okozott egy 13 éves oroszlánynak, Lizának az esete, aki azt állítja, menekültek elrabolták és 30 órán keresztül erőszakolták. A berlini ügyészség szerint viszont a lány beleegyezésével történtek az aktusok, ezért csak kiskorú sérelmére elkövetett szexuális visszaélés miatt nyomoznak. Az orosz külügyminiszter azzal vádolja Németországot, hogy igyekszik eltussolni az ügyet. Azt kívánjuk Németországnak, hogy sikeresen leküzdje a menekült válság problémáit. Remélem, hogy ezeket a problémákat nem söprik a szőnyeg alá, és hogy nem lesz több olyan eset, mint Lizáé. Az ő eltűnését hosszú ideig eltitkolták. Nagyon remélem, hogy a politikai korrektség kedvéért nem fogják eltorzítani a valóságot, mondta a külügyminiszter. Frank-Walter Steinmeiert meglepték orosz kollégája vágyai. Ez nagyon meglepett. Teljesen alaptalan és indokolatlan az a vád, hogy Németország felhasználja ezt a 13 éves lányt a politikai propaganda érdekében, válaszolta a német külügyminiszter. A berlini hatóságok két 20-as éveiben járó menekült ellen nyomoznak.